Fizetni kell a március 10-i szombati parkolásért Nagykanizsán, cserébe viszont 16-án ingyenes lesz ez a szolgáltatás. Ennek oka, hogy a március 15-i nemzeti ünneptől 4 napos hosszú hétvége kezdődik, és a pénteket most szombaton kell ledolgozni. Ezen a napon egyébként 8 órától 16 óráig kell parkolójegyet váltani az autósoknak a város 1200 fizetős helyének valamelyikén. Országos munkarendhez próbálunk igazodni ezzel. Ebben az évben ugye 6 darab szombat is áthelyezésre kerül a kormány döntése értelmében, így mi is ennek a 6 darab szombatnak az áthelyezése mellett döntöttünk. Ugye Nagykanizsán azt kell tudni, hogy a szombati napokon normál esetben nem kell parkolódíjat fizetni, ellentétben a szomszéd városokkal, és ennek cserében gyakorlatilag az történik, hogy a jövő pénteken, március 16-án ingyenes lesz a parkolás, hiszen az lesz a szabad nap.